Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai Városházi Esték beszélgetés alkalmából, amit most már folyamatosan azért szervezünk meg, hogy mezőberényből nem jó kifejezés az elszármazott, mert van, aki ezt rossz néven veszi, hogy elszármazottnak nevezzük őket. A mezőberényből indult fiatalokat próbálunk meg elhozni és bemutatni a mezőberényieknek. A célunk ezzel az, hogy igenis lássák az emberek, hogy innen ebből a kis városból, ebből is lehet azért nagyon komoly eredményeket elérve, természetesen fantasztikus sok munkával olyan szintre jutni, ahol nem csak helyben, hanem országos szinten, vagy azon túl is megemlítik ezeket a neveket, azokat a tudományos és egyéb eredményeket, amiket ők elérnek. Ági és Józsi, ők nagyon mezőberényiek voltak. Hiszen a szüleik is mezőberényiek, itt élnek még mindig, de lehet, hogy már Ágit és Józsit kevésbé ismerik a mezőberényiek, mert igazándiból a gimnázium elvégzése után mind a ketten elkerültek, és viszonylag keveset tudnak visszaérkezni. Malét Ágnes és Malét József mind a ketten egy különleges pályát futottak be, amit én most elmesélek, mint egy másfél-két órában. Nem, erről majd ők fognak beszélni, hiszen sokkal jobban tudják megfogalmazni, és pontosabb információik vannak, mint nekünk, vagy nekem. Egyébként ez szokott lenni mindig a menet, hogy mindenki beszél saját magáról, és ha majd ők elmondták, amit gondoltak, egyrészt az életükről, másrészt a munkájukról, akkor fogunk adni lehetőséget arra, hogy a jelenlévők kérdezzenek, mert szerintem, ha máskor nem, akkor beszéd közben, amit ők elmondanak, azok alapján sok-sok kérdés merül majd föl. Előre mondom, hogy az első kérdés szokott nehéz lenni, tehát készüljön valaki, hogy könnyebben menjen majd a dolog. És akkor én át is adom a szót, hiszen nem rám vagytok, nem rám kíváncsiak, hanem a két fiatalra. Úgy egyeztünk meg, hogy Ágié az első szó, illetve az első lehetőség. Igen, köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Szeretném megköszönni polgármester úrnak a meghívást, illetve minden érdeklődőnek, aki eljött és kíváncsiak az élettörténetünkre. Én Malét Ágnes vagyok, én 2005-ben érettségiztem itt a két tannyelvű gimnáziumban. Ezt követően Szegeden végeztem az egyetemi tanulmányaimat, angol történelem szakon kaptam meg a diplomámat. És egy országos tanulmányi versenynek köszönhetően megnyílt előttem a lehetőség, hogy PhD-re felvételizzek. A középkor iránt körülbelül az egyetem második évében nyílt meg az érdeklődésem. A tanulmányi versenyt követően pedig ugye a PhD-re felvételiztem. Nagy szerepe volt ennek ebben a nyelvtudásnak, amit mezőberényben magammal hoztam. A PhD-t kettős irányítású képzésben végeztem. Ez azt jelenti, hogy a három év felét Franciaországban töltöttem, a másik felét pedig ugye Magyarországon. Utána a doktori disszertációmat, ezt Első Károly, tehát Károly Róbert és a pápaság kapcsolatából írtam, ez ugye 14. századi történelem. Tehát én elsősorban olyan dokumentumokkal foglalkozok, mint amit itt látnak. Ugye ez az első dokumentum, amelyik mezőberény nevét említi. Én ilyeneket olvasok. És értem is, igen. A PhD után 5 évet dolgoztam Pécsen, egy kutatási projektben a Pécsi Tudományegyetemen, és az idei év januárjától kezdtem el a Szegedi Tudományegyetemen tanítani, a középkori és a korai újkori magyar történeti tanszéken. Olyan hallgatókat tanítok, akik a későbbiekben ugye történészként, levéltárosként, régészként, vagy pedig történelem tanárként fognak végezni. Ahogy említettem, középkorral foglalkozom, a pápai magyar kapcsolatok a specialitásom, egyháztörténet, ez ugye magában foglalja a külföldi levéltárakban való kutatást. Én a legutóbbi években elsősorban a vatikáni levéltárban kutattam, nekem ez a szakterületem. És hát körülbelül én ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy majd várom a kérdéseket. Értsere ott.
Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és érdeklődnek tényleg az iránt, amit mi csinálunk, meg azután az iránt, a pálya iránt, amit mi eddig befutottunk. Köszönöm szépen a meghívást polgármester úrnak, meg a felkérést. Tényleg nagyon megörültem neki az utóbbi években, szerintem ez volt a legjobban eső felkérés. És nyilván ebből látszik, hogy persze elköltöztünk már Mezőberényből, meg nem itt élünk, de hát azért ez mégiscsak egy olyan hely, ahova kötődünk, mert most nyilván voltak nehézségek a megszervezéssel, de tényleg igyekeztünk ennek a felkérésnek eleget tenni, úgyhogy ez tényleg egy nagyon nagy öröm volt. Én a Szegedi Tudományegyetemen dolgozok kutatóorvosként, az egyes számú belgyógyászati klinikám. A szűkebb szakterületem a különböző emésztőszervi megbetegedéseknek a kialakulása, illetve azoknak a megbetegedéseknek a kezelési lehetőségeit bővíteni, tehát próbálunk új terápiákat, gyógyszereket létrehozni. Hogyha nem is a KH-tól kezdeném az élettörténetemet, de a fűtés szabályzásától, akkor elindulnék. Én is az itteni Petőfi Sándor gimnáziumban érettségiztem, ugye 2002-ben, ezt kimondani is eléggé nehéz, ezzel szembe kell nézni. És ezt követően a Szegedi Tudományegyetem általános orvosi karára felvételiztem, ahol 2008-ban szereztem orvosi diplomát. Az egyetem alatt gyakorlatilag dolgoztam az országos mentőszolgálatnál, illetve utána különböző kistérségi ügyeleteknél, ugye a betegellátásban. A mentőszolgálatnál ott tulajdonképpen végigjártam azt a fajta ranglétrát, hogy mentőápoló, mentőtiszt, vagy mentőorvosként tevékenykedtem egy pár éven keresztül. Ezt követően pedig, illetve ezzel párhuzamosan pedig csatlakoztam az orvosi karnak a PhD képzéséhez. Ez ugye a tudományos fokozatnak a megszerzését, doktori fokozatnak a megszerzését célozza. És itt gyakorlatilag ez alatt az időszak alatt ismerkedtem meg azzal a szakterülettel, amivel jelenleg is tulajdonképpen, illetve a jelenlegi kutatási tevékenységünknek egy nagy részét ez tulajdonképpen lefedi. Az itteni kutatási munkából gyakorlatilag aztán pályáztam amerikai álláslehetőségekre, és 2012-2013 között dolgoztam a Bethesdai National Institute of Health-ben. Ez az egyik, talán az egyik legkiemeltebb kutatóközpont az Egyesült Államokban. És ott gyakorlatilag azt vizsgáltam az ottani témavezetőmmel, hogy a sejtekben tulajdonképpen milyen jelátviteli csatornák működnek, ezeket hogyan lehet befolyásolni, milyen fehérjék játszanak ebben szerepet. És gyakorlatilag amikor hazajöttem, a korábbi kutatásaimmal ezt kezdtem el ötvözni, és ez határozza meg a mai napig tulajdonképpen a kutatási tevékenységünket. Azt nagyon fontos megemlítenem, és talán egy kicsit még az érettségi környékén érdemes lett volna, amikor arról beszéltem, hogy gyakorlatilag a biológia-kémia iránti fogékonyság, ez tulajdonképpen már egyrészt az általános iskolában, amikor ugye kettes számú általános iskolában kémiát, biológiát tanultunk, akkor már ugye elkezdett ez érdekelni, de az, hogy az orvosira megyek, az tulajdonképpen csak a gimnázium utolsó 2-3 évében kezdett el kialakulni. Ebben nagyon nagy szerepe volt egyébként az akkori kémia tanárnőnek, illetve osztályfőnökömnek, Bokorné Tóth Gabriellának, aki gyakorlatilag olyan szinten verte a fejünkbe a kémiát, hogy az egyetem első évében talán csak az utolsó záróvizsgára kémiából akkor kellett kinyitni a kémia tankönyvet, addig nagyon kényelmesen megéltem abból, amit vittem innen. Szintén a biológia tanulásban is ugye a Dücs Zsoltnénak nagyon komoly szerepe volt, hogy elképesztő szigorral, aki ugye ismeri, tudja, hogy mennyire szigorú pedagógus volt, és egy nagyon stabil tudást kaptam tőle, amivel gyakorlatilag az országos középiskolai tanulmányi versenyen tudtam helyezést elérni, és gyakorlatilag biológiából nem is kellett felvételiznem az egyetemre. Úgyhogy ez volt az az időszak tényleg, amikor úgy maga az orvoslás iránt kialakult az érdeklődés.
A kutatás pedig, mert ugye mindig az ember ilyenkor megkapja a kérdést, hogy hogyan jött az, hogy a kutatásban helyezkedtem el, nem pedig a betegellátásban. Ez is egy folyamatnak a része volt tulajdonképpen, ugyanúgy, ahogy az orvosi egyetem kialakult ugye az érdeklődési körből. Ugye az egyetem alatt is nagyon sok minden érdekli az ember, sokféle ingert kap, és gyakorlatilag a tudományos diákkör volt az az inger, ami elindított abba az irányba, hogy jó, akkor a tudományos fokozatot megszerzem, utána akkor megyek a betegellátásba. És aztán így szépen haladt előre a dolog, nem, a PhD alatt nem terveztem még őszintén szólva, hogy végleg a kutatásban maradok. De egyre inkább ugye meglátja az ember egy területnek a mélységeit, meg azt, hogy milyen típusú fantázia van benne, és ezért tulajdonképpen egyre jobban beszippantja, hogyha úgy tetszik az adott terület azt, aki elkezd elmélyülni benne. És tulajdonképpen ez történt velem is, hogy az amerikai kitérő után már tulajdonképpen nem is terveztem azt, hogy visszatérjek a betegellátásba. Jelenleg egyébként az egyetemen működik egy kutatócsoportom, ez nagyjából hát változó a létszám, mert ugye hallgatók is dolgoznak nálunk, akik hol jönnek, hol mennek, de körülbelül egy 15 fős kutatócsoport az, akivel együtt dolgozunk, és tulajdonképpen most már egyre inkább bekapcsolódnak azok a korábban ugye fiatal hallgatók, most már PhD fokozatot szerzett kollégák, akik gyakorlatilag a mi laborunkban kezdték el tulajdonképpen a tudományos pályájukat. Úgyhogy most már egy eléggé nagy létszámú kutatócsoport az, akivel együtt tudunk dolgozni. Említettem, és megfogadtam magamban, hogy nem fogok túl sokat beszélni a kutatási területről magáról, mert nem feltétlenül szeretnék így a mélységeibe menően untatni senkit. De tehát amivel mi foglalkozunk, az a heveny és az idült hasnyálmirigygyulladásnak a kialakulása, illetve az, hogy hogyan lehet ezt a betegséget gyógyítani. Ez a gyógyítás, ez ugye azt a célt szolgálná, hogy a jelenleg meglévő kezelések mellett tudjunk újfajta gyógyszereket tulajdonképpen kifejleszteni, ugye ez a végcél. Ez nyilván egy nagyon hosszú folyamat, ennek mi is azért az elején vagyunk, de úgy látjuk, hogy azért ezen a területen komoly lehetőségek vannak az előrelépésre. Úgyhogy mindenféleképpen ez az, ami a mi érdeklődésünket most már leginkább leköti. A gyógyszerek fejlesztése kapcsán pedig az utóbbi pár évben elkezdtünk ipari együttműködéseket is kialakítani, pont azért, hogy ezek a gyógyszerfejlesztések meg is tudjanak valósulni, és tényleg gyakorlatban használható szereket tudjunk a folyamat végén előállítani. Nagyjából én ennyit szerettem volna elmondani, és akkor szerintem, hogyha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen. Azért nem gondoltam, hogy ennyire rövidek lesztek, de elmondták előtte, hogy ők mind a ketten sarkosan tudnak fogalmazni, és el tudják mondani röviden azt, amit kellene, nem úgy, mint egy politikus, hogy mindenféléről beszél, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a lényeg belőle. Ági szerintem teljes egészében édesapjára hasonlít. Ő is ilyen csöndes, nyugodt ember volt világ életében. Van szerencsém tudni, mert hogy mi járogattunk egy osztályba, vagy 12 éven keresztül, de nem ezért hívtuk Józsit meg Ágit. Nekem ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy két testvér ugyanúgy kutató területre nem téved, hanem kerül más-más területen. Én azt gondolom, hogy azért mind a kettőnek van olyan területe, ami az embereket nagyon érdekelheti, illetve az emberekre komoly kihatással lehet. Miután nem vagyok fölhatalmazva rá, de azért csak megkérdezném, hogyha erről a dologra egy kicsit Ági beszélne, hogy milyen kihatással lehet az emberekre, lehetnek azok a kutatások, amiket te vagy ti végeztek. Majd utána Józsi az is lesz. Ez egy nehéz kérdés. És nehéz lesz röviden válaszolni. Én úgy gondolom, hogy ugye ez a kérdés magában foglalja azt, hogy mi haszna van a történelemnek, ami ugye egy nagyon, nagyon kiterjedt téma.
Én elsősorban abban látom a történelemnek, illetve a történelem kutatásának a szerepét, hogy pontosítsuk az ismereteinket, illetve arra alapozva gyakorlatilag az identitásunkat is meghatározzuk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladata a történelem kutatásnak, illetve természetesen az, hogy a mai világban nagyon gyorsan elterjedő, mondjuk úgy, hogy fake news-októl, egyéb tévhitektől ugye megvédjük magunkat azáltal, hogy ismerjük az igazságot. Tehát szerintem mindenkinek szüksége van arra, hogy a saját népének a történetével tisztában legyen, és azt objektíven ismerhesse meg. Valahol azt mondták, de nem fogom tudni pontosan idézni, hogy ismernünk kell a múltunkat ahhoz, hogy tudjunk előre menni, meg tudjuk megfelelően értékelni a jelenkorunkat is. Józsi, te sokkal mozgékonyabb voltál, pontosabban én úgy emlékeztem, hogy te sokkal mozgékonyabb voltál Mezőberényi tartózkodásod alatt a gimnázium végéig, mint Ági. Esetleg, hogyha erről is szólnál, mert hogy azt tudom, hogy sok-sok barátod van Mezőberényben, akivel ma este is össze kellett volna jönnünk, de Ági az oka, hogy menni kell gyorsan vissza, és ezért nem fogunk tudni kocsmázni. A lényeg az, hogy ha esetleg erről beszélnél, hogy azon túlmenőleg, amit elmondtál, hogy a kémia és a fizika között az a különbség, hogy a kémia sokkal büdösebb, de hogy azt nagyon szeretted, azon túlmenőleg, hogy miket csináltatok a gimiben, milyen irányultságotok volt, mert hát én azt nem hiszem, hogy csak tanultatok a 4 év alatt. Hát igen. 5 év alatt. Ez abból a szempontból is vicces, hogy ezt kérdezted, hogy nyilván így ugye betöltöttem a 40 évet, és hát ilyenkor már azért egy picit vakarásza az ember a fejét, hogy hogy is volt az a gimnáziumban például. Meg ugye látom a kisfiamat, hogy nyilván ő még csak 7 éves, de ugye volt olyan időszakom, hogy egy picit hiányoltam belőle azt a fajta tudásszomjat, hogy akarjon többet tudni, és aztán elkezdtem gondolkozni, hogy a szülőként már az ember úgy egy kicsit úgy keretbe rakja a dolgokat, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy na várjunk csak, hogy volt ez a gimnáziumban például, és ugye itt kapcsolódik a kérdésedhez, hogy ugye én ezt olyan régen felidéztem, és hát megmondom őszintén, hogy én 2 dolgot tudtam, mert most nyilván beszéltem a kémiáról, meg a biológiáról, mert azok tényleg szuper dolgok voltak, de hogy hát nem igazán ez határozta azért meg őszintén szóval mindennapjaimat, hanem elsősorban a kosárlabda, amit hát ugye azért eléggé intenzíven kergettünk abban az időszakban, illetve hát a lányok, akiket szintén azért így kerülgettünk, ismerkedtünk, és ez volt tulajdonképpen a két fő mozgatórugó, és hát azért nem a tudásszomj volt az, ami dominálta a mindennapjainkat. Úgyhogy így gyakorlatilag ezt így alaposan végig gondolva lényegesen elnézőbb lettem a kisfiammal is, hogy hát jó van, akkor végül is apát se úgy csinálta. Úgyhogy ezzel nem volt rossz dolog tulajdonképpen szembenézni. Egyébként a gimnáziumban gyakorlatilag tényleg a legtöbb időt talán a sportolással töltöttük, ugye kosárlabda edzések, kosárlabda meccsek, akkor ugye még az MB2-es csapattal is jártunk, gyakorlatilag tulajdonképpen ez a hétvégéknek egy jelentős részét is kitöltötte, és ugye ez a gimnáziumnak a végén kezdett el háttérbe szorulni, amikor ugye már a gimnázium negyedikben gyakorlatilag a hétvégéket, akkor végül is ott arra áldoztuk, hogy az egyetemi felvételi az jól sikerüljön, és ugye ekkor, tehát szombati napokon már a biológia tanulás volt az, ami így pluszba bejött a képbe, és ugye emiatt nem tudtam meccsekre járni, emiatt nyilván a hétvégi, vagy a hétközepi edzések is már úgy háttérbe szorultak. De gyakorlatilag az azt megelőző időszak az főleg tényleg azzal telt, hogy azt gondolom, hogy talán a jó értelembe véve kamaszok voltunk, meg kamaszként tudtunk
tudtuk megélni azt az időszakot, és akkor látom, hogy szeretném. Igen, mert itt őszintén kicsit meglepettem, hogy Józsi kapta ezt a kérdést, mert igazából én voltam az, aki sokkal hamarabb kezdte a kosárlabdát, és sokkal később fejezte be. Úgyhogy én ugye itt gyakorlatilag egész mezőberényi pályafutásom alatt kosárlabdáztam, és utána az egyetemen is játszottam, az egyetemi ligában. És gyakorlatilag csak a lehetőségnek a hiánya volt az, ami az első, tehát a kislányomnak a megszületése után is jártam amatőr szinten kosarazni, és gyakorlatilag a csapatnak a feloszlása volt az egyetlen ok, ami miatt én ezt abba hagytam, de mezőberényhez, tehát ugye a mezőberényi emlékek közül nekem nagyon sok a kosárlabdával kapcsolatos, úgyhogy ebben szerintem nem sok közös van bennünk, de ez szerintem az egyik pont. Én ugye vittem magam a mezőberényből a németet és az angolt, ugye aztán az angol szakot végeztem el, tehát én az eredeti foglalkozásom nekem az a angol történelem szakos középiskolai tanár, és utána én az egyetem alatt több nyelvet elkezdtem tanulni, ugye a latina forrásoknak a nyelve, ez az első két évben kötelező a történelem hallgatóknak, tehát van 4 fél évnyi latin, és utána én elkezdtem spanyol tanulni, abban megcsináltam a középfokú nyelvvizsgát, végülis aztán azzal nem kezdtem el semmit, mert franciára váltottam, és gyakorlatilag ennek köszönhetően kerültem utána Franciaországba. És most jelenleg olaszul tanulok, illetve a férjem lengyel, úgyhogy abból is értek valamennyit. Úgyhogy én ezért mondtam azt, hogy gyakorlatilag szerintem a szakmai sikereimnek a nagy része az annak köszönhető, hogy sok nyelven tanulok. Szerjuszki Marian engem is tanított, de ő tanítja a latint a mai napig a Szegedi Tudományegyetemen a történész hallgatóknak. Igazából én is hasonlóan voltam vele, tehát mióta olvasni tudok, én is érdeklődök a történelem iránt. Édesanyám is nagyon érdeklődött a történelem iránt, úgyhogy részben ezt szerintem neki köszönhetem. Engem mindig érdekelt az emberek története, és igazából mindig, tehát a történelemben, a történelem az gyakorlatilag emberek története, és akármilyen politikai eseményekről, politikai folyamatokról beszélünk, mindig ott van mögöttük az ember. És ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, azt látni, hogy az emberek nem változnak, ugye a korok igen, az embereknek valószínűleg az alapvető motivációi nem. És én mindig igyekeztem meglátni ezekben a történetekben az embert. Úgyhogy nekem minden. A kérdés tanárról arra irányult volna, hogy Kányi tanár vagy Körös tanár. Hogyha jól emlékszek, akkor Körösi tanár úr már igazgató volt, amikor én általános iskolás voltam, tehát de azt hiszem, hogy engem már nem tanított. Igen, de arra van. Most Ágira szálltunk rá. Ha esetleg arról a dokumentumról valamit mondanál még nekünk, ez a mezőberény első írásos említése, legalábbis a mezőberény megtaláltak belénként, lehet, hogy van másik is valami, még előtt nem azt így mutatják.
Igen, ez egy 1343-as dokumentum, ugye első Lajosnak a korából származik, a nyelve a latin, és ugye igaz, hogy megemlítik benne Mezőberényt, Berény formában, de sajnos nem sok más adatot ad ez a dokumentum. Itt ugye arról van szó, hogy a birtokhoz tartozó településeket sorolják fel, és a felsorolásban szerepel Berénynek a neve. Ennek a, ugye itt az Anjou-korból elindult egy olyan kezdeményezés, hogy a fennmaradt okleveleknek tartalmi kivonatát kiadják. Ezt Szegeden szerkesztik a kollégák. Van egy kutatócsoport ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag ennek az oklevelnek is a magyarra lefordított tartalmi kivonata az elérhető az interneten. Úgyhogy, illetve gyakorlatilag az eredeti dokumentumnak a digitalizált változata is fönn van. Úgyhogy ez gyakorlatilag bárki számára hozzáférhető. Ez is egy nehéz kérdés. Én gyakorlatilag ugye a történelemképzésben minden évben van egy főterület, tehát amikor még én tanultam, akkor ugye az ókorral kezdtük, ugye az volt az első év, aztán a középkor volt a második, és ugye így haladtunk előre. És ahogy haladtam előre a tanulmányaimban, engem mindig az érdekelt, amit éppen tanultam. És ez nyilván a jó tanár, tehát a tanári karnak a szerepét is dicséri. De azt hiszem, hogy végül is az egyik tanárom volt az a későbbi témavezetőm, a Szántó Rihárd, aki gyakorlatilag segített abban, hogy elköteleződjek a középkor iránt. Igen, ez mindenképpen megtisztelő, és én azért kezdtem el a pápasággal foglalkozni, mert ugye ez egy olyan intézmény, ami nagyon, tehát nemzetek fölött álló, és ugye nagyon hosszú időn keresztül követhető a története. És gyakorlatilag a középkorban egy országnak a külpolitikája, egy országnak a nemzetközi kapcsolataiból gyakorlatilag a pápaság kihagyhatatlan. És ez szerintem borzasztóan érdekes, és egy nagyon komplex téma. Az pedig, hogy ugye milyen a Vatikánban, nagyon, ugye nagyon megtisztelő, nagyon ugye eleinte elég nehéz bejutni, viszont amikor ugye az ember már visszajár, akkor nagyon családias. Tehát engem is mindig megismernek, tehát nem kell már a nevemet mondani. 2015 óta járok oda, évente egyszer volt, hogy ugye a Covid miatt nem tudtam menni. De ugye ez nagyon jól esik az embernek, mert mégiscsak azt érzi, hogy számít a munkája. Természetesen. Tibor, Ágit egy kicsit kimentek. Nem mindentetve Amerikában is volt szerencsét kutatni és együtt dolgozni kollégákkal. Arról beszélni egy kicsit, hogy van-e különbség, vagy nincs, hogy Amerikában, hogy kutatnak a kutatóorvosok, meg itt van Szegedben, hogy kutatnak a kutatóorvosok. Milyenek a feltételek? Világos. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Gyakorlatilag szerintem akkor mindenki nyugodtan dőljön hátra, mert akkor reggelig fogok innentől kezdve beszélni. Nem, nyilván nem. A fő különbség talán, és nem csak feltétlenül a magyar meg az amerikai, hanem az európai meg az amerikai szemléletmód között. Az ugye az, amit az amerikai filmekben azért látunk, hogy Amerikában egy nagyon erős versenyszellem dominál le gyakorlatilag az életben nagyon-nagyon sok területet. Ez a kutatásra is igaz. Tehát ott egy iszonyú versenyhelyzetben vannak tartva a kutatók, és ami egy folyamatos teljesítménykényszer tart fönt. Ez egyébként nem feltétlenül jó, mert ez nagyon sokszor a kreativitásnak a rovására megy, de kétségkívül hatékony a rendszer olyan szempontból, hogy nagyon sok eredményt tudnak produkálni. És maga az infrastruktúra is tulajdonképpen ezt a fajta versenyszellemet szolgálja ki.
Tehát ugye mi a kutatásaink során nagyon sok különböző dolgot kell, hogy megvegyünk különböző cégektől. Tehát például a műanyagárút, amit a laborban használunk, a különböző vegyszereket, reagenseket, tehát ezeket mindet rendeljük különböző cégektől. Ez ugye úgy néz ki Amerikában, hogy hétfőn megrendelem, szerdán megkérdezi az ottani főnököm, hogy megjött-e, mondom, hogy nem, és akkor már szól a titkárnőnek, hogy emelje fel a telefont, és szóljon oda a szállítónak, hogy mi az, hogy még nincs ott a reagens. Na most ez Magyarországon úgy néz ki, hogy ugye, és majd, hogy nem mindegy, hogy milyen helyen kutat az ember, de egyébként Európában sem sokkal jobb a helyzet. Tehát egy irgalmatlan bürokrácia ül ezen az egészen tulajdonképpen, ugye nagyon sok anyagot közbeszereztetnünk kell, stb. Tehát, hogy nyilván megvannak a szabályok, ez alól ugye senki nem kivétel. És hát ez gyakorlatilag egy sokkal lassabb átfutási időt eredményez, hát gyakorlatilag azért van, hogy bizonyos reagensekre azért hónapokat várunk. Ugye gyakorlatilag ebből látszódik, hogy a versenyképességhez, tehát hogy gyakorlatilag fej-fej mellett ilyen szempontból szerintem nem tudunk versenyezni. Vannak olyan területek, ahol igen, tehát van, ahol ez mondjuk adott esetben megvalósítható, de nagy általánosságban szerintem az igaz, hogy nem fogunk tudni egy fej-fej melletti versenyben tulajdonképpen győztesen kikerülni, hogyha úgy tetszik. És nagyon sokszor azt a megoldást választjuk, hogy gyakorlatilag egy picit tovább gondoljuk a dolgokat, és keresünk olyan szűkebb területeket, amire mondjuk Amerikában vagy más nagy európai kutatóhelyeken mondjuk nem esik fókusz. Tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan vonatkozása egy betegségnek, amit valószínűleg Amerikában is tisztában vannak vele, hogy mondjuk az adott sejtekre ez a betegség hathat, de mással vannak elfoglalva. És gyakorlatilag ezek azok a területek, amikből nagyon sok új és érdekes eredményt lehet elérni, amivel nagyon szépen ki lehet egészíteni akár a nemzetközi mezőnynek az adatait is. Ez az egyik, illetve a másik pedig, amiben én azt látom, hogy nagyon jól lehet előre haladni, az, amikor különböző kutatási területeket kezdünk el kombinálni. Tehát ugye mindig azt szoktuk mondani a laborban, hogy tényleg olyan kollaborációkat kell keresni, ahol senki nem érti meg a másikat, hogy miről beszél, mert ugye annyira eltérőek a tudományterületek. Ugye például dolgozunk együtt vegyész kollégákkal, és ők ilyen antioxidáns enzim rendszereket állítanak elő, fogalmam sincsen, hogy hogyan. Mert egyszerűen az a része az olyan szintű kolloid kémia, amit nem különösebben értünk, meg nem is kell, hogy tudjuk, mert azt ők tudják. Mi viszont meg tudjuk nézni a mi sejtes vizsgáló rendszereinkkel, hogy ezek a kolloidok mennyire hatékonyan működnek. És gyakorlatilag ebből nagyon szép eredmények, meg szép publikációk tudnak születni, hogy gyakorlatilag két teljesen eltérő területet elkezdünk kombinálni, és ezeknek a kombinált tudásával már gyakorlatilag hirtelen versenyerőnyben találjuk magunkat, mert két olyan terület dolgozik együtt, ami egyébként nem biztos, hogy egymásra találna. Úgyhogy gyakorlatilag én ilyen téren azért így optimista maradtam így a hosszú évek ellenére is, mert bőven látok ezekben elég fantáziát ahhoz, hogy komolyan előre tudjunk lépni. Hasonló együttműködésünk van gyógyszerészekkel, akik új gyógyszermolekulákat vagy gyógyszerjelölteket tudnak létrehozni, és azokat utána mi tudjuk vizsgálni. Ezek tényleg azt gondolom, hogy akár nemzetközi szinten is azért olyan eredmények, amik kiállják a versenyt. Úgyhogy nem tudom, remélem válaszoltam a kérdésre, tehát tulajdonképpen egy sokkal erősebb infrastruktúra az, ami Amerikában, de egyébként Nyugat-Európában is rendelkezésre áll, de azért azt gondolom, hogy szépen zárkózik fel a tudomány ezen a téren. Nagyon jó példa erre az egyik Amerikában dolgozó professzor Sahintó Miklós mondta, azt egyszer beszélgettünk erről, hogy ő mondta, hogy ugye régen azért kellett Amerikába menni, mert ott voltak azok a gépek, azok a műszerek, amikkel dolgozni lehetett, itthon meg hát ugye nem nagyon volt semmi a lombikokon kívül,
És mondta, hogy most már ugye azt látja, hogy most már nem azért kell Amerikába menni, hanem azért kell Amerikába menni, hogy tényleg az ember egy picit elmélyülten valamire fókuszáljon, anélkül, hogy mit tudom, a hétvégén hazajön a szülőkhöz, elmegy a baráti társasággal, és akkor gyakorlatilag ott egy picit ilyen izoláltan rá tud fókuszálni egy-egy dologra. Tehát tulajdonképpen a műszerezettségünk, a felszereltségünk nem rosszabb, mint a többi kutatóhelyé. Nyilván ez a fajta lassúság az, ami egy kicsit megnehezíti talán sokszor az életet, de ezzel meg megtanul az ember együtt élni. Gyakorlatilag a betegeknek abban az esetben, hogyha ez egy súlyos formában zajlik le ez a gyulladás, ez az eseteknek körülbelül egy ilyen 3-5%-a, tehát 100 emberből 3-5 beteg lesz az, akinek súlyos formában zajlik le, de abból a 3-5 betegből 1-2 esetben sajnos ez halálesettel végződik, mert ugye egy annyira heven gyulladás zajlik le. Tehát ugye a halálozási aránya az nagyon magas, és az egyik legnagyobb probléma, hogy ezt nem tudjuk igazából befolyásolni, hogy milyen formában fog a betegség lezajlani. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy legyenek olyan gyógyszerek, amik ebben a heveny szakban adhatóak, és mondjuk hatékonyan ki tudják védeni a súlyos gyulladásnak a kialakulását, csak ugye az a probléma, hogy ilyen nincsen jelen pillanatban. Tehát, hogy általános kezelés az, ami rendelkezésre áll a legjobb kórházakban is, illetve nyilván, hogyha súlyos a betegségnek a lefolyása, akkor az már általában intenzív terápiás ellátást igényel, de nincsen olyan szer, amit adnak, és jobb lesz tőle. Mert gyakorlatilag támogatják a betegnek a keringését, gyulladáscsökkentőket adnak, de ez mind-mind nem specifikus, és gyakorlatilag emiatt nincs mód arra, hogy a jobb irányba tereljük a betegségnek a lefolyását. Úgyhogy gyakorlatilag az egyik célunk nekünk pont ez, hogy legyenek olyan szerek, amik ebben a szakaszban adhatóak, és tényleg javítanak a kimeneten. Ugyanez igaz az időt hasánvéd gyulladásra, tehát hogyha ott egyszer elindul a folyamat, akkor azt a folyamatot nem igazán tudjuk a mai tudásunk szerint megszakítani. Tehát, hogy praktikusan az elindul és zajlik magától tulajdonképpen hosszú évekig, évtizedekig egy időt hasánvéd elégtelenségbe torkolva. És ugye ilyenkor már a beteg cukorbeteg, anyagcserezavarral küzd, nem jó a felszívódás, ugye ez fájdalmas betegség, tehát hogy gyakorlatilag egy folyamatos hasi fájdalom van, ami gyakorlatilag nyilvánvalóan az életminőséget nagyon jelentősen rontja. És a másik probléma ezzel ugye az, hogy a hasánvéd ráknak a kialakulását is jelentősen fokozza. Ugye nagyon gyakori az, hogy az időt hasánvéd gyulladásnak a talaján elkezd egy hasánvéd rák kialakulni tulajdonképpen. Ráadásul vannak olyan formái ennek a hasánvéd gyulladásnak, ami tulajdonképpen genetikai háttér alapján határozott meg. Tehát vannak olyan mutációk, amik hajlamosítanak erre. Ugye ezekben a betegekben sokkal gyakoribb az, hogy kialakul a gyulladás, és gyakorlatilag nekik egy 50%-a az esély arra, hogy ez hasánvédi rák formájában fog végül manifesztálódni. A hasánvédi rákról meg ugye sajnos azt tudjuk, hogy tulajdonképpen az egyik legrosszabb a túlélése, mert gyakorlatilag hát sajnos azért a leggyakoribb az, hogy egy fél éven belül elveszítjük a betegeket. Tehát gyakorlatilag akármilyen betegség jön szóba a hasnyálmégynek a kapcsán, mindig az a végeredmény, hogy nem, tehát hogy súlyos, nem tudjuk kezelni specifikusan, és gyakorlatilag tulajdonképpen nem nagyon tudjuk befolyásolni a betegeknek az életminőségének lefolyását, mert nyilván nagyon sokat fejlődött az orvostudomány ezen a téren, de nincsen egy olyan tabletta, amit hogyha bevesz valaki, akkor ettől garantáltan jobb lesz. És gyakorlatilag ez az a terület, amit mi szeretnénk előre mozdítani, hogy legyenek tényleg ilyen készítmények, amikkel ez javítható. Köszönöm szépen.
én úgy érzem, hogy nagyon sok adódik a dolgokban egyfajta nemzetközi együttműködésnek a tehát meg kell választani a különböző kutatásokat és sok-sok kutatás, mert ez egy valamilyen együttműködési forma, ezt nem lehet volna. Gyakorlatilag abszolút ez a nyitott kapuk döngetésének az esete, mert szerintem tényleg elkezdte a világ azt felfedezni, hogy tényleg ugye ilyen szempontból muszáj valamilyen szinten együtt dolgozni. Egyre több az ilyen kezdeményezés, azt gondolom, akár például az Európai Uniónak a szintjén, de sokszor kontinenseken átívelő módon is. Nekünk is egyébként nagyon sok az olyan projektünk, amik különböző ilyen együttműködésekben valósulnak meg, de vannak már kifejezetten olyan konzorciumok, amik mondjuk tehát például a cukorbetegség, meg ugye az inzulin pótlására, tehát hogy gyakorlatilag az Európai Uniónak is vannak olyan finanszírozási formái, amikben például ilyen úgynevezett konzorciumokban lehet pályázni. Ugye ez a konzorcium az azt jelenti, hogy különböző egyetemekről megállapodnak kutatócsoportok, hogy akkor ők együtt fognak dolgozni, és akkor gyakorlatilag el vannak osztva a feladatok, ugye mindenki nyilván azt csinálja, amihez ért, és akkor az egyik a sejteket vizsgálja, a másik azt vizsgálja, hogy hogyan lehet ezeket a sejteket beültetni mondjuk egy élő szervezetbe, stb. És gyakorlatilag tehát, hogy vannak ilyen kezdeményezések elég szép számmal. Ugye vannak különböző nemzetközi tudományos szervezetek, például ugye a mi esetünkben az Európai Hasnyálmirigy Társaság tulajdonképpen, és általában ezek a társaságok adnak ki kezelési irányelveket, amiket aztán az adott ország alkalmazhat. És ugye ez pont ezt a fajta harmonizálást szolgálná, hogy ne kelljen mindenkinek újra feltalálni a kereket, hogyha úgy tetszik, hanem lehessen az eddigi tapasztalatokat, a bizonyítékokat, ugye amik klinikai bizonyítékok, tehát hogy azokat megosztva, meg hasznosítva tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, ilyen irányelveknek a mentén folytatni a betegeknek a kezelését. Tehát hogy azt gondolom, hogy talán a világ azért egyre gyorsabb ütemben kezdi el ennek a fontosságát felismerni, illetve egyre szélesebb körben kezdjük el ezeket alkalmazni. A ma este formális részét lezárandó lenne kérdésem mindegyetőtök. Valószínűleg tudom a választ, azért megkérdezem, és természetesen utána nem tudom megállni Ági Józsi. Kérdésem az lenne, hogy ti mint tudatok, van-e valami olyan célerődetek, amikor azt mondjátok, hogy most, hogy ezt a területet tudatok, ezt nagyjából el is mondtátok, nagyjából nem is értettük. De mondjuk, hogy egy év múlva ezt és ezt szeretnénk elérni. Mondjuk szeretnénk megtalálni a Szent Grált. Mondom, hogy kérdéseket fogok mondani, vagy éppen a Hasnyálmirigy Grálnak a szerint egy bolygóban megtalálni. Hát az egyetemi életben ugye vannak bizonyos lépések vagy szintek, amiket ugye el kell érni bizonyos időn belül, tehát ez le van szabályozva. Nekem a következő az a habilitáció lesz, ugye ezt 5 éven belül meg kell csinálnom. Illetve ugye én mindig megfogadom, hogy többet fogok publikálni, most, tehát többet fogok írni. Nekem ezzel konkrétan most azért van problémám, mert ugye elkezdtem tanítani, és még nagyon sokszor ugye a tanterveknek az összeállítására, az órákra való felkészüléssel megy el az időm. Úgyhogy vannak tervek, az ember próbál előre gondolkozni, de szerintem nincs olyan pont, amikor én azt gondolom, hogy le fog zárulni ez a dolog. Tehát én az hogy szokták ezt mondani, az élethosszig tartó tanulásnak vagyok a híve, úgyhogy én ameddig ezt csinálni tudom, addig szerintem mindig fogok magamnak témát találni. Igen, amikor gondolkoztam, hogy mit válaszoljak, én is ezt fogalmaztam meg magamban, hogy tulajdonképpen most gyakorlatilag
teljesen mindegy, mert két abszolút különböző, semmi köze egymáshoz, csak tényleg az, hogy ez is kutatás, az is kutatás, ugyanúgy, ahogy az óceánjáró hajó is hajó, meg az űrhajó is hajó, tényleg abszolút különböző dolgokról beszélünk, de ez tulajdonképpen tényleg egy olyan közös eleme ennek a fajta tevékenységnek, meg tulajdonképpen életmódnak is, mert ez tulajdonképpen egy életmód olyan szempontból, hogy folyamatosan úgy érzi az ember szerintem, hogy sötétben tapogatózik, mert gyakorlatilag most itt például hoztam az előbb a puzzle darabkákkal, tehát hogy nem csak a helyét kell megtalálni, hanem sokszor meg is kell festeni azt a puzzle darabot, mert gyakorlatilag még nem létezik. Úgyhogy nagyon nyilván én szerintem inkább ilyen középhosszú távú célokat tudunk magunknak kitűzni, tehát mondjuk egy ilyen 5 éves táblat az, ami jól belátható. Vannak konkrét kutatási projektek például a mi laborunkban is. Nyilván itt ezeket szeretnénk befejezni, meg végigvinni. És hát az utóbbi pár évben tényleg elkezdett egy olyan filozófiánk kialakulni így a kutatással kapcsolatban, hogy megpróbáljuk a sejtek szintjén megérteni, hogy mi történik, és gyakorlatilag megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik normális körülmények között, tehát mondjuk egy élettani helyzetben. Megnézzük utána, hogy ez hogyan romlik el valamilyen betegségnek a kialakulásában, és utána keresünk rá módot, hogy ezt az elromlott működést, ezt hogyan tudjuk kijavítani. És ugye ez a kijavítás, ez már arról szól, hogy ugye gyógyszereket, terápiákat fejleszünk ki. És tulajdonképpen az, hogy mondjuk mi az alapkutatásban kiválasztunk egy akár adott esetben egy molekulát, vagy egy ilyen átviteli utat, ami egy betegségben célpont lehet, az gyakorlatilag az első 2 éve tulajdonképpen egy 15 éves projektnek, mire abból az ötletből kvázi gyógyszer lesz. Úgyhogy most gyakorlatilag az lenne a célunk, hogy ezeket az első pár éveket nagyon sokszor, meg sok mindennek az esetében megcsináltuk. Én azt gondolom, hogy a következő 10 évben meg nyilván az fog majd minket aktívan tartani, hogy ezeket el is vigyük odáig, hogy legyen ezekből tényleges terápia. Úgyhogy tulajdonképpen most ez a legfontosabb cél, amit én mondjuk magam előtt látok, de gyakorlatilag ugye ez az akadémiai pálya, ez nyilván olyan, ahogy Ági is mondta, hogy ugye ezt párhuzamba kell állítani azzal, hogy az ember az egyéni karrier lépcsőjén is meglépi azokat a lépcsőfokokat, amiket tulajdonképpen meg kell lépni. Nyilván ez az én esetemben is a habilitáció, az akadémiai doktori disszertációnak az összeállítása. Tehát gyakorlatilag ezek azok, amik pedig a saját karrier szempontjából fontosak közben, meg hát nyilván a kollégákat, a PhD hallgatóknak a karrier útját is ugye próbálja az ember egyengetni, ugye ott is már többen PhD fokozatot szereztek, nyilván az ő esetükben is majd akkor a habilitáció lehet a következő célkitűzés, illetve azoknak a hallgatóknak pedig a PhD fokozat megszerzése, akik pedig még a PhD hallgatói éveiket tapossák. Úgyhogy gyakorlatilag nagyjából ezek a célok. Én a saját példámból kiindulva nem tudom eléggé hangsúlyozni az idegen nyelveknek a tanulását. És ugye manapság arra felé megyünk el, hogy ugye az angol gyakorlatilag monopólium helyzetben van. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a többi európai nyelvvel és a nyelv tudásával is nagyon sokat lehet profitálni. Nagyon sok kitartás kell, és nagyon sok szorgalom, és ezzel magunkat is megdicsértem, azt hiszem, bújtatottan. Úgyhogy én szerintem ennyit.
Az, hogy a nyelvtanulás az nagyon fontos, azt én is abszolút meg tudom erősíteni. Tehát ugye én mondjuk talán csak az angol tudásommal mernék, hát nem is azt mondom, hogy büszkélkedni, de abban mondjuk egy beszélgetést vállalnék. Sajnos a német az nagyon kikopott, de mindenféleképpen, tehát szerintem az angol nyelvnek a tudása az a mai világban, hogyha valaki ilyesmiben gondolkozik, akkor az elengedhetetlen. Hogyha meg olyasmiben, amiben az Ági meg az összes többinek a tudása is, amit ő felsorolt. De szerintem a legfontosabb az egyébként, hogy alakuljon ki egyfajta érdeklődés, és az mindegy, hogy milyen területen, tehát hogyha valamilyen területre fogékony az adott gyermek, akkor azt mindenféleképpen támogatni kell szerintem. Én senkire nem kényszerítenék rá mondjuk olyan területet, ami nem érdekli. Tehát hogyha valakit a humán tárgyak érdekelnek, akkor azt gondolom, hogy ezen az úton érdemes támogatni, mert gyakorlatilag ez lesz az, amihez ő kötődni tud és azonosulni tud, vele elmélyülni. Hogyha pedig a reál tárgyak érdeklik, akkor pedig azt a vonalat célszerű szerintem erősíteni, támogatni, és tényleg ezt hagyni kell, hogy ez kialakuljon. Ez nem biztos egyébként, hogy rögtön tulajdonképpen már az általános iskolában eldől. Sokszor van az, hogy a későbbi években. És hát szerintem ami még fontos, de egyébként ez nyilván nem csak a kutatási pályákban fontos, hanem gyakorlatilag az életnek a minden területén, hogy nyilván kudarcok azok mindig érik az embert. És gyakorlatilag szerintem az egy nagyon fontos pont, és tényleg mindig kérdezik tőlem a hallgatók is meg, amikor ugye valami nem sikerül, akkor ott jönnek elkeseredve, és hát már gyakorlatilag közhelyét csépeltem a laborban azt, hogy tulajdonképpen ez az egész nem arról szól, hogy valaki milyen okos, vagy milyen ügyes, hanem hogy a kudarctűrő képessége az milyen. Mert gyakorlatilag ez az, ami tényleg meg fogja határozni, hogy az ember rengetegszer pofára esik, meg teljesen más dolog sül ki valamiből, amit elkezdünk csinálni egy ötlettel a fejünkben, de hogyha ezeket a kudarcokat valamilyen formában felhasználjuk, beépítjük, tanulunk belőle, és tényleg most már nagyon közhelyes irányba kezdek el elmenni, de tényleg ez a legfontosabb, hogy ezek ne tántorítsanak el senkit szerintem attól, hogy az első pár alkalom, vagy az első 10, vagy mondjuk mit tudom én, 1-2 év alatt nem sikerül eredményeket elérni, hogy gyakorlatilag attól függetlenül, hogyha ő hisz abba, amit csinál, akkor azt tovább kell csinálni. Úgyhogy talán ez lenne a legfontosabb. Egy kis mezőbeni ajándékot szeretnénk megköszönni, hogy itt voltak, ahogy tetszik rendelkezésünkre álltok, ahogy tetszik, akkor hazajöttetek mezőbeinkbe, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakhoz nektek. Köszönöm szépen, hogy minden jót kívánok a továbbiakhoz.